Igazi magyar specialitás a kenukettesek 500 méteres versenye. A védő Sarosi és Raskuti a hatos pályán, az egyesen a szovjetek, a kettesen az NSK, a hármason a románok, a négyesen Bulgária, az ötösen Csehszlovákia, a hatoson a mieink, mint említettem, a hetesen az NDK-sok hajója, a nyolcason a lengyelek, a kilencesen a jugoszlávok. Rendkívül hullámos a víz, a mieinket mutatja most a kamera, egy picit billeg is a hajójuk. Nagyon nagy neveket vonultat fel ez a mezőny, gondoljunk csak a jugoszlávokra, például a többszörös világbajnok Matija Jubek és Mirko Nisovic. Nem csak világbajnokok, olimpiai bajnokok. A nyolcason azok a lengyelek, akik tavaly a világbajnokságon Mehelemben ezüstérmesek voltak. A hetes pályán az NDK-s hajó világbajnoki bronzére. De ezen a távon a mieinket nem kell félteni. Szép hagyományaink is vannak, hiszen Foltán és Vaskuti Belgrádban világbajnokságot nyert 78-ban ezen a távon, Moszkvában olimpiai bajnokságot, aztán nyertek Nottinghamben is 1981-ben. 82-ben harmadikok, 83-ban negyedikek, és aztán összekerül ez a páros, mármint Vaskuti István Sarusival. Ideális egységet alkotnak, Sarusi képviseli talán, szabad így mondani, az erőt, a lendületet, Vaskuti pedig a rutint, a tapasztalatot, a technikát. Az egyes pályán a szovjetek próbálnak lépést tartani a mieinkkel. A korábban megnyert világbajnoki arany azonban 1000 méteren már tartást, lendületet ad a mieinknek, önbizalmat, és mondom, ez az 500 méter rövidebb táv az igazi specialitásuk. A szovjetek az egyes pályán keresztbe eveznek, e pillanatban Sarusi és Vaskuti most már második aranyérmét nyeri, a magyar csapat összesen a negyediket, és ezt a keresztbehaladást még hadd magyarázzam meg, óriási a szél. Említettem, hogy az alacsonyabb számú pályákon ez nem fúj annyira. A végén a szovjetek kijönnek a szélárnyékból, megnyomja őket a szél, ezért haladnak keresztbe. Minket persze azért az érdekel jobban, hogy ott fönt egy újabb világbajnoki arany született.